A negyedik negyedet az Eisberg támogatta. Én azt szeretném, ha Budapesten, a Szent István Park magasságában, ahol a gyerekkoromat töltötte, beszórnának a Dunába. És akkor nem kell kijárni, nem kell virágot vinni, nem kell gondozásért fizetni. Az el van intézve. Remélem a maradék nem szennyezi a vizet, tehát kárt nem teszek. És akkor, ha itt és itt őriznek, az nekem méltó hely. Eddig már 5 helyről temettetnek el. Egyrészt, mint Kossuth Díjas, egyrészt, mint nemzetszínészét, mint örökös tagot, mint Budapest díszpolgárát, mint Kaposvár díszpolgárát, úgyhogy csak győzzék azt a maréknyi port elosztani, kinek mennyi jut belőle. Hát akkor csináljunk 5-öt belőle, jó? Hát az lesz, ünnepeljünk halálod után. Csak egy csíkot valaki fölne szívjon belőle. Az, hogy mennyire vagy idézőjelben fiatal, az nem azon múlik, hogy mennyi ideje jössz, hanem azon, hogy mennyi idő múlva fogsz meghalni várhatóan. Igen. Az a fiatal, aki soká fog meghalni. Néha nem egyszerűen 50-nek érzem, szóval semmit nem érzek. Néha meg nagyon érzem a 90-et. Olyankor szoktam azt mondani, hogy Istenem, ha én olyan jól érezném magam, mint ahogy kinézek, akkor nagyon rendben lenne. Ez egy nagy adomány, mert nagyon úgy néz ki. Hát igen, de... Péter bátyó, te nem félsz senkitől? És akkor egy pillanatra, még ezt a kérdést akkor még nem tette föl senki nekem, és ott nyílt színen annyit tudtam mondani, hogy megvan, de egy valakitől félek, a 8 milliárd ember közül. Azt úgy hívják, hogy Levente Péter. Én úgy gondolom, hogy az örökké valóság az a jelenben van. Tehát ez a perc, amit mi most élünk, ez maga az örökké valóság, ez van. Ábrahám 80 éves volt, amikor élete nagy feladatára elindult. Ugyanennyi volt Mózes. Tehát a Bibliában a nagy dolgok azok az ember előtt voltak még 80 éves kora tájékán. Úgyhogy még van 10 évem készülni arra, hogy az életem nagy ügyét véghez vigyem. Minden akkor dőlt el az életemben, hogy mifelé indul, és mi az, amit nem értem el, és nem kaptam meg, hogy apám meghalt. Tehát, hogy én mindent oda kötök ahhoz a ponthoz. Evelőtt egy évvel talán ilyen nyár volt, és fölébredtem éjjel, valamit álmodhattam, és kimentem a teraszra, és sok fa van ott, meg mindenféle növény, és az jutott eszembe, hogy ez hogy lesz, életem belül, ez tavaly volt. Hogy lesz, hogy én nem leszek, és ezek nőnek tovább, meg ezek lesznek, meg ezeket majd az eső, meg a nap. És annyira hihetetlen volt az a szó, hogy én nem leszek. Szóval egyszerűen belém hasított. És akkor másnap úgy gondolkoztam, és az jutott eszembe, hát Sándor Palika, hát már volt olyan, hogy nem voltál. Hát voltál ilyen kis izé, ilyen kis valami rohangáltál, nem tudtál magadról, és aztán beérkeztél, és lett belőled a Sándor Pali. Tehát az én életemnek, meg a tiédnek is volt egy olyan szakasza, amikor nem volt, amiről nem tudsz, ami nincs, mert engem a nincs, az a problémám ebben, hogy én nem leszek. Hogy az Istenben van az, hogy én nem leszek? Ahogy így idősödöm, tehát, hogy én az Isten fogalmát azt a természettel hozom párhuzamba. Uh-huh. Tehát, hogy addig, amíg a Földön a természetnek lesz ereje és hatalma, addig mindenki meg fog újra születni, mert a természet is mindig megújul. Így van. Itt vagyok, egészségben, hörpölöm a hideg szódavizet,
És nem foglalkozom azzal, hogy meddig fogok még élni, nem satszolgatok. Nem satszolgatok. Ha hónap, akkor hónap. Ha kapok még 20 évet, és 93 és fél éves leszek, és akkor, hát akkor jaj, de jó. Tudod? De ahogy nem megyek el egy jósnőhöz, érted? És nem foglalkozom ezzel, innentől kezdve ez az ügy már tabu. Ma már a halál higiéniai kérdéssé silányult, ha tetszik, minél messzebb eltolni a személyességből, valahol messze, kórházban, öregek otthonában történjen meg, jaj, a gyerekeknek nem szabad, mert akkor nagyon nem jó. Én emlékezem rá, János, hogy a szüleim, ha valaki ismerősünk meghalt, kézen fogtak, már gyerekként is, és az egész család kiment kézen fogva a temetőbe. Vártam a 4-es villamosra, és egyszerre rám tört az, hogy én nem fogok soha többet a 4-es villamosra várni, és a 4-es villamos fog jönni, felszállnak emberek, akik ugyanúgy nem tudják, hogy lesz egy pillanat, amikor már nem fognak felszállni, és le kellett ülnem az utcán a földre, úgy zokogtam. És valahogy akkor ez kijött belőlem, és azóta együtt élünk. Most nem azt mondom, mint két jó barát, de akkor kísértem magammal a saját elmúlásomat. Ma már, hogy ilyen nagyon sokat barátkozom vele, enyhe borzongással, félelemtől vegyes borzongással gondolok rá, hogy ez el fog következni. Szívesen is beszélek róla. Nem az önsajnáltatás miatt, hisz nincs jogom önsajnáltatni magam, hisz mindjárt pont egyforma közelségben vagyunk a halálhoz. Hogy igazából a legnagyobb mázling az, hogy nem tudjuk, hogy mi lesz utána. Az én apósom, aki nagyon vallásos ember volt, mindig azt mondta, hogy én hiszek abban, hogy valaminek ott történni kell. És ha nincs semmi, hát tévedtem. De aki nem hisz, és lesz ott valami, hú, de nagyon kellemetlen lehet majd számára. Én úgy éltem az életemet, amikor már családom lett, hogy nem magamra figyeltem, hanem arra figyeltem, hogy ők majd hogyan lesznek. És ők figyelnek rád most, hogy megöregedtél? Meg, hogy rossz kedvű vagy? Szerintem nem. Én a magam életkorát lévén, hogy tudatos voltam, én 80-ra satszoltam. Na most az nincs már messze. Hát ez 3 év? Az 3 év. És félsz? Nem. Egy dologtól félek. Tehát magától, az elmúlástól, a haláltól egyáltalán. És azt nem mondd, hogy attól félsz, hogy kiszolgáltatott leszel? De hogy... nem. Attól félek, hogy úgy halok meg, ahogy a nővérem. Éveken keresztül súlyos betegen feküdt a kórházba, és 5 műtétje volt. Aha. Érted? Tehát a szenvedéstől attól. A szenvedéstől félek. A fájdalomtól félek. A fájdalomtól is, meg az elhagyatottságtól, a kiszolgáltatottságtól. Érted? Tehát olyan problémáiktól, ami nem méltó egy emberhez. Hát egy, engem el fognak hamvasztani. 2, nagy bulit kell csapni. 3, fel kell mászni a kőhegyre. Onnan szórjanak szét, és vidámnak kell lenni, és jókat nevetni. Én így képzelem el, és ha ezt nem csinálják, megmondtam nekik, akkor visszajárok. A születésnek és a halálnak a kapuja elég szorosan zárva van. Ez például nagyon fontos, hogy te ne lehessél biztos abban, hogy mi volt előtte, és mi lesz utána. Mert ebben a bizonytalanságban produkálod azokat a dolgokat, amiket produkálsz. Hogyha bármelyik kapu nyitva lenne, akkor bejönne egy olyan szempont, ami az egész játékot elrontaná. És eltelik még 10 év, és elindul egy, ne induljon el, de netán elindul egy erős fizikai romlás, vagy netán egy butulásos folyamat, vagy nem tudom, én nem akarok szakkifejezni. Ez benne van a pakliban? Benne. Benne. Ettől lehet rettegni vagy félni? Ettől meg tudom óvni magamat. Hogyan? Ezt úgy hívják egyébként, hogy magam vetek véget a dolgoknak. Te képes lennél erre? Abszolút. Wow. Tehát én azt nem hiszem, hogy van túlvilág.
Na de ha van Isten, akkor... Van Isten, és az én viszonyom az, az talán nem is egyedi, de mindenképpen eltér általában. Én lehet gondviselésnek hívni, lehet csak bármi lehet. Én nem gondolok egy szakáros bácsira. De ha az Ady Endre azt képzeli, hogy az Isten egy fekete zongora, akkor én abban egyet értek. Mert akkor miért ne lenne az? Ott ül valamelyik bárban, piásan, hangulatok veszik körül, zene szól, és megtalálja az Istent. Mint gyakorló hívő ember, nekem ez nagyon szépnek tűnik, nagyon nem is szépnek, egyszerűnek tűnik. Egy találkozásnak tűnik. Találkozom a szüleimmel, találkozom a szakmában nagyon szeretett emberekkel, nagyon sok van, nagyon sokat gondolok rájuk, és ezáltal találkozás a Jóistennel, ez sok mindent megszépít és leegyszerűsít. Ez a belső vita, a Biblia tételei és az én evolúciós, természettudományos ismeretem, ezek állandóan konfrontáltak. Ezt mindig megpróbáltam sokáig párhuzamba hozni, és a kettőt valahogy együtt kezelni. Reménytelen. Amelyik nem, de nekem, hogy így mondjam, az ősrobbanás egyébként úgy, mint egyébként a katolikus egyház egészének is, hogy így mondjam, kapóra jött. Tudnék, valahol ott van akkor a teremtés. Tehát volt egy kezdet. Az én életem egy kicsit olyan, mint a mozgó lépcső. A kérdésedre válaszol. Tehát az egyik oldalon mész lefelé, másik oldalon meg jönnek fölfele az emberek. És benne vagy egy kapcsolatban, egy munkában, egy nem tudom miben, és jön a másik oldalon valaki, akit meglátsz. Kapcsolati szinten, munkaszinten teljesen. Szevasz. Valami végérvényesen elindul benned. De mire leérsz, és megfordulsz, és utána szaladsz, ő már eltűnt. Már nincs. Ha meg közben lépsz át, akkor szétszakadsz. Hát akkor szétszakad minden. Így van. Ez a dolog nem rólam fog szólni. A befejezés az nem rólam szól. Én már úgyse tudom, tehát abszolút indiferens, én nem tervezem, hogy meg hol. Szerintem, ahogy a Gábor akarja. Szívesen beszélek róla, mert ez számomra nem jelenti, hogy most ezzel a beszélgetéssel én közelebb kerültem biztosan ahhoz, amiről beszélek. Sőt, tulajdonképpen az is megfogalmazódott bennem ennek a felkérésnek a kapcsán, hogy majd ezt mikor kell abba hagyni? Tehát mikor kell tudni nemet mondani egy ilyen felkérésre, hogy annak a szirén hangnak, ami arról szól, hogy mi kíváncsiak rád valamivel kapcsolatban, mikor kell tudni nemet mondani? Azért, mert már nem fogsz tudni olyan mondatokat fabrikálni, amik megállják a helyüket.